A mai alkalommal az epéről lesz szó. Az epe az emésztés segítő folyadék, ami a májban termelődik. A máj megtermeli, és az epe vezetéken keresztül juttatja a vékonybélbe, a vékonybélnek a patkóbél szakaszába. Mielőtt azonban a patkóbélbe jutna, az epe hólyagban tárolódik, besűrűsödik, és maga az epe hólyag izomzata segíti abban, hogy megfelelően adagolódjon a táplálékhoz. Nem emésztőanyagról van szó, hanem az emésztés segítő anyagról. Erre az epének a kémiai szerkezete teszi alkalmassá ezt a folyadékot. Az epe tulajdonképpen a lipidek közé tartozik, a lipideknek is a szteroidok csoportjába, szteránváz építi fel főalkotóját, az epesavat. Az epesav feladata az emésztést segíteni, mivel lipidszerű anyag a lipidek emésztésében segít, a lipideket cseppecskékre bontja. Ezt a folyamatot emulziónak nevezzük. Azért bontja szét kisebb cseppecskékre, hogy a lipideknek az emésztéséhez minél nagyobb felületet biztosítson. Kísérlettel fogjuk igazolni azt, hogy az epének van egy felületi feszültség csökkentő hatása, és kísérlettel fogom bizonyítani azt, hogy az epe cseppecskékre bontja a zsírokat. Az első kísérletben két kémcsövet használok, mind a két kémcsőbe teszek vizet, körülbelül ugyanannyi, 1 ml vizet. Az egyikhez teszek epét, néhány cseppet, és a felületi feszültség miatt a kénpor, amit a kísérlethez használunk, ha csak tiszta vízbe tesszük, akkor a kénpor a felületén marad, mert a víz felületi feszültsége olyan nagy, hogy ezt a nagyon apró szemű kénport nem engedi keveredni a vízzel. Nagyon keveset teszünk a kémcsőbe belőle, mind a kettőbe, ugye amelyikbe epét nem tettem, és a másik kémcsőbe néhány csepp epét tettem, és megvárjuk, hogy mi történik. Azt mondtam, hogy a felületi feszültség véget a kémpor nem elegyedik a vízzel, nem keveredik el, és jól láthatóan az első kémcsőben ez a kénpor teljes egészében a felületen maradt, ennek oka, hogy a porszemcséket nem engedi lesüllyedni. Abban a kémcsőben, amelyikbe epét is tettem, pillanatok alatt az epe hatására a kénpor lesüllyedt a víz aljára, tulajdonképpen ha megkeverném, akkor el is keveredhetne benne. Tehát bebizonyítottuk, hogy felületi feszültség csökkentő hatása van. A második kísérletben megint csak mind a két kémcsőbe egy kicsi vizet teszek. Ez fontos, hogy a közeget biztosítsa a folyamatokhoz. Az elsőbe is, másodikba is. Ezután az egyik kémcsőhöz, a kettes számú kémcsőhöz itt is epét teszek, hogy a hatását bizonyítani tudjuk. Az egyes számú kémcsőre mindig azért van szükség, hogy kontrasztként, kontrollként láthassuk, hogy epe nélkül tényleg nem úgy történnek a folyamatok. Azt mondtam, hogy az epének van egy emulziós hatása, a zsírokat cseppecskékre bontja. Itt most az étolaj lesz ez a zsír, amivel végezzük a kísérletet. Tudjuk jó, hogy ha a levesben, a pörköltben zsír van, akkor ez mindig a felületen úszik, cseppek formájában. Itt egy kicsit nagyobb mennyiséget teszek arányaiban, hogy egy réteget képezzen a tetején. Ugyanígy teszek a másik kémcsőhöz is olajat, és azt várom majd, hogy az epe cseppecskékre bontsa. Mivel az olaj a poláros anyag, a víz poláros anyag, ezért elmondhatjuk azt, hogy a kettő egymással nem keveredik, ezt a gyakorlatból is ismerjük. Most mind a kettő kémcső tartalmát összerázom, és megnézzük, hogy milyen eredménnyel jár.
Kellő rázogatás hatására látható, hogy az olaj oldódni látszik a vízben, tehát benne egy egységes réteget alkot. Hogyha várakozunk majd egy picit, akkor látható lesz az is, hogy újra elválik. Abban az oldatban, amelyikbe epét is tettem, szintén összerázzuk. Az oldat szintén zavarossá válik, mondhatjuk, hogy oldódik benne, ez a szó nem egészen alkalmas erre. Azért látszik zavarosnak, egyneműnek ez az anyag, mert az epe apró cseppecskékre bontotta az olajat, és ez külön fázisban nem figyelhető meg, hanem a vízben eloszlani látszik az olaj. Ha kellő időt várakozunk, megvárjuk, míg ez megtörténik. Néhány perc múlva az olaj külön válik a víztől. Eltelt a 10 perc, és jól látható a két kémcső között a különbség. Ahol az epe nem állt rendelkezésre, a két fázis, a felső olaj és alsó vízfázis tökéletesen elváltak egymástól. Abban a kémcsőben, ahol epét is adtunk a keverékhez, még mindig jól látható, hogy zavaros a keverékünk, mert az olaj cseppecskékre bontva tulajdonképpen keveredik a vízzel.